Sziasztok, én Bálán vagyok, és üdvözlök titeket újfent itt egy kamu LEGO bontó videóban, itt a nappaliban. Már nagyon vártam, ezt a két Spacefights-os űrszekeret fogjuk kibontani, itt nagyon hamar. Annyit kell tudni, hogy ők a Béla kamu LEGO családnak a tagjai, és hát enyhén szóval másolják az eredeti LEGO-kat. Megnézzük, hogy mi van a dobozban, igyekszem őket valahogy gyorsan összepattintani itt karakörmesterrel, úgyhogy tartsatok velem, nézzük, hogy milyen lesz. Most akkor vágjuk is bele ebbe a fantasztikus nyitásba. Rögtön kezdjük is itt a droid vadászgéppel, aminek a pilótája a pilóta droid, ha jól gondolom. Itt van, hogy 77 darab elem van benne, Béla márkájú és 150 tajvani dollárba került. Ez a Microfighter szériának a második szériából való. A dobozon még annyit tudunk észrevenni, itt mutatom közben, hogy a szériának más darabja is vannak. Ezt a jó madarat fogom valószínűleg, vagy ezt a jó madarat fogom megtalálni, megkeresni, mert megvettem az eredetiét, úgyhogy össze fog tudni hasonlítani. Elvileg minden darabja kifogásának kellene, hogy legyen. Itt van egy Building Block Series, itt az oldalán még olvasható, ez minden nyelven olvasható, keresem a magyar, török van, kis elemek, gyerekek, fulladásveszély, kis elemek, figyelmeztetés. Szóval ezen mindent jól írtak le. Világ összes nyelvén rá van írva, szóval valamiért nagyon kell félni, hát nem tudom. Minden esetre vágjunk bele. Remélem, hogy nem a karomat fogom ödöfni, kivágni. Oké. Itt egy nyílás van, nézem, hogy van-e máshol is, ahol beleakadunk egy ilyen ragasztóba, de úgy látom, hogy nincs. Úgyhogy nézzük is. Van benne 2 darab zacskó, kártyát nem kapunk. 2 darab zacskót látunk, illetve egy ilyen kis kézikönyvet. Úgyhogy nagyon szimpatikus ez a kis kézikönyv, amit láttam, hogy a teljesen ilyen LEGO módon, ilyen egyről a kettőre összerakási terv van benne. Úgyhogy valószínűleg nem fog nagy gondot jelenteni, még egy ilyen ügyetlenebb lénynek sem, mint én így a LEGO terén. Remélem, hogy ez nem tudom mit jelent. Gyereket ne dobjunk, vagy ne lőjünk arcon ezzel a... ki fogjuk tudni lőni, hát ez nagyon zsír. Itt még különböző reklámakciók vannak, úgyhogy hát bontsuk is akkor ki, és nézzük meg, hogy a droid emberként minden darabja megtalálható ebben a csomagban. Jézusom, megvan a fej, nem, de hol a test? Testet, ja igen, mert ez ugye ez ilyen kék színű, ez a pilóta droidoknak a családjába tartozó droid, már aki nem tudná. Úgyhogy ezt nagyon primán egy fél másodperc alatt összerakom. Oké. Emlékszem, amikor láttam az első filmet, körülbelül olyan, nem is tudom, negyedik, ötödik általános iskolás lehettem, de lehet, hogy hülyeséget mondom, de elég fiatal voltam, és kb. Megállt bennem a szar, amikor ezeket megláttam, ugye még a haláldroidról nem is beszélve. Hát ő így néz ki, így a LEGO formája nem túl ijesztő, de talán így a pisztolya. Ja igen, mert az egyik keze az keresztben nézem, olyan lejött a láb, a másik kéz pedig szembe. Oké, beleerőltettük a... Hoppá. Hát igen, szóval nem is tudom, nem olyan masszív a struktúrája ennek a kis dolognak, bár én nem fogtam még a kezembe rendes pilóta droid LEGO-t, úgyhogy csak ilyen kamu jutott nekem, szerencsétlen fejemnek, de aranyos. Szóval így, ha így közelről megnézem, vagy megnézitek, akkor látjátok, hogy elég jól van részletezve, és igazából minden passzol rajta. Úgyhogy most elindítom ezt a fantasztikus összerakást. Valószínűleg fel fogom gyorsítani picit, hogy ne unjátok szarrá magatokat, úgyhogy találkozunk, amint kész van. Nos hát, amint látjátok, sikerült összerakni ezt a fantasztikus kis űrcirkálót. Hát itt egyébként ez a kar pörög, mint a ringlispill, a másikat meg elég nehéz forgatni. Szerintem kb. Így kéne mind a kettőnek működnie. Itt az alvázon látjátok, hogy még két ilyen kis szart is ki tudunk lenni a kisecsen kis húgunknak a szemébe, ha van ilyesfajta tervünk. Amit egyébként még el tudok mondani, hogy
volt egy olyan elem, ami hát valahogy a forraszt, vagy nem tudom, hogy megolvadt, vagy a fene tudja, amikor csinálták, akkor ugye felét lehagyták belőle, úgyhogy az aljára ezt a kis pici alkatrészére nem tudjuk berakni, úgyhogy ez a szárny egy csöppet, hát nem is tudom, meg van tépázva. De egyébként, ha ezt leszámítjuk, akkor alapvetően szinte hamisítatlan. Tökre Lego feeling, az egész építésen azt éreztem, hogy minden tök jól működik. Számomra szokatlan volt, mert ugye elég sok ilyen kínai kamu Legót bontok, és valahogy ennél azt éreztem, hogy ez elég penge. Szóval én tökre meg vagyok tőle hatódva, így le tudom rakni, de a tenyerembe így is megáll. Úgyhogy kis droid Jóska megvezeti, úgyhogy egy jó dísz lesz a polcomon. Nézzük a következőt. A második delikvensünk itt látható, ő is a 2-es szériában született. Ez nem más, mint Cody, ha jól tudom. Ez a Stormtrooper, ami Obi-Wan-nak volt a segédje, a jót, ami volt a narancsárga fickó. Amit már egyszer egyébként kibontottunk kisebb Legóban. Ez pedig ez a, ha jól tudom, ez a klón hordozó hajó, tehát a nagy hajó lenne valójában. De hát így nem tudom, ilyen miniatűrben megcsináltak, és mint hogyha ő vezetné. Szóval a méretarányok kicsit el vannak baszalintva benne, kicsit el vannak cseszve. Itt a háttér van egyébként még egy ilyen lézerkard is, ami nem, vagy nem tudom, egy ilyen lézer csóva. Ez 105 darabos, szóval kicsit nagyobb, mint az előző volt, de hát a dobozon más nagyon nem látok. Itt nem is tudom, mi az a promóció van. Itt van Clone Pilot, akkor lehet, hogy én voltam a hülye. De mindegy, ezen remélem nem haragszik meg senki. Keresem a magyar betűket, figyelmeztetés, feladásveszély, kis elemek. Úgyhogy megkapott ez is minden arab, kínai, mit, horvát, lengyel ilyen védjegyet, úgyhogy Made in China. Bontsuk ki. Vadásztőr. Egy francokat egyébként, egy sima filézőkés. Oké. Okay. Úgy. Megszerkesztettük az alját. És akkor nézzük a tartalmat. Itt is két zacskót kapunk. Szép fehérek az elemek, jól néznek ki. És itt van a kis kézikönyv hozzá. Hát ez is nagyon baba. Ha jól látom, akkor egyébként érdekes módon, ahogy itt ezeket is fogom, látom, hogy ez a zacskó, ez egy ilyen, nem tudom, ez az ilyen filléres zacskó. Szóval az a feeling, ami ilyen, nem is tudom, ilyen gyufás dobozt adtak régen, hogy a fene tudja, ilyen, nem tudom, ilyen gagyi érzése van, ez pedig egy ilyen teljesen jó Lego zacskó. Mármint ez egy ilyen, nem tudom, más feeling, ami olyan, szóval kétféle zacskó típus kapunk. Nézzük gyorsan emberünket, Jóska Pistát hogyan tudjuk összevarázsolni. Úristen, rengeteg apu van, mert most láttam, hogy végem lesz, mint a botnak. Na gyere, Berci! Hát letoljuk, gyerekek! Mind a két kar már benne van csuklóstól. Nem kell szenvednem vele. Hát ez, nem is tudom, szerintem örülök neki, jó? Örülök neki. Itt a sisak. Wow, milyen menő sisakod van. Azt figyelj, szerintem ilyen menő sisakot még nem láttam. Iszonyat pönge. Ez szerintem, ez top, ez Lego. Tehát én el nem tudnám megmondani, hogy ez kamu. Sehonnan nem. Abszolút. Na mindegy, nem tudjuk összehasonlítani élőben a másikkal. Van neki valami lőfegyvere? Azt nézem, hogy rendelkezik bármilyen nemű tárgya. Van egy kis pisztoly, itt van, megtaláltam. Húha! Fel vagyok spannolva nagyon, mert ez a tényleg ez a sisak nagyon jól néz ki. Hát akkor úgy gondolom, hogy innentől kezdve egy gyorsított menetben össze is pattintjuk ezt itt ketten karakúrral, aztán mondok egy véleményt. Nézzük! Most hát akkor itt láthatjuk tatatam ezt a kis pilótát, meg ezt a űrszekeret. Hát ezzel konkrétan semmi gond nem volt. Itt közben felfedeztem, vagy nem is tudom, végiggondolván ezt a dolgot, hogy hogyan lehet ezt ilyen mesteri módon legyártani, hogy kb. Egy teljesen Lego feeling, Lego érzés az egésznek. Hát annyi, gyerekek, hogy a kis Chiang Po és a egyéb kínai barátai leültek egy asztalhoz, kinyitottak egy csomó Legot, és rájöttek arra, hogy hát mi is meg tudjuk ezt csinálni.
valahogy nem tudom, szereztek hozzá egy csomó pénzt, vagy nem tudom, rengeteg cég csinálja ezt, egyébként szerintem több mint nem tudom, 20-30 ilyen kamugyártó cég van, vannak jobbak, rosszabbak, és akkor ezt a szériát valahogy egy az évben le sikerült koppintani. A másikban volt egy darab, egyetlen egy darab elem, ami hát csak félig volt meg egy ilyen hosszabb fekete, ilyen egysoros elem, de igazából anélkül is ki lehetett rakni szerencsére azt a űrhajót, úgyhogy teljesen nem tudom, nagyon-nagyon jó hangulatba kerültem, mert ez tényleg megérte a pénzét. Egy ilyen, tehát mind a kettő 150 volt, ez kb. 1300-1200 forintot jelent. Én mindenkinek tudom ajánlani, aki erre a Béla nevű LEGO készítő gyára rátalál, úgyhogy abszolút áldásom erre mind a kettőre. Itt vannak egyébként, úgyhogy majd innyien megharcoltatjuk őket. Persze azt én nem fogjátok látni, mert ez egy nagyon gyerekes hadművelet. Na mindegy, hát ennyit akartam mondani, következzen az outro. Remélem tetszett nektek ez a bontás is. A következő alkalom egy igazi különlegességet tartogatok nektek. Egy valami, nem is tudom, nagyon távoli helyen egy ilyen boltba bemerészkedtem, és ott találtam, gyerekek, szacskós legókat. És ezek nem akármilyen legók. Mindegyik ilyen, ez a régi, ez az ilyen város, nem tudom nektek volt-e ilyen, nekem volt egy, ha jól emlékszem. Ez a nagyon régi típusú legó, amiben ilyen középkori, ilyen harci szekerek, mindenféle ilyen számszerű, mindenféle ilyen tologató, ilyen tüzes hordó, mindent tudtam benne. Úgyhogy marha kíváncsi vagyok, hogy milyen minőségű, hogy mit raknak egyáltalán az acskóba. Ezek körülbelül ilyen 250 forintos kamulegók, úgyhogy remélem, hogy jól fogunk szórakozni a következő adásban. Addig is a legjobbakat kívánom nektek, és ne felejtjétek, vigyétek a ceteket!